Most ez az időszak, ez nagyon hosszú volt, hogy nagyon sok edzés volt, ugye alapoztunk, és most már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön az első bajnoki mérkőzésünk. Mennyire volt furcsa, hogy keveset voltatok itthon, és sokat játszottatok idegen csarnokban, ugye most az edzés is más sem van, meg kickbox Európa-bajnokságban az arénában. Hát azért furcsa, hogy nem a mi úgymond otthonunkban tudjuk tölteni a hétköznapokat, de most már mondom, túl vagyunk rajta, és most már az első meccsre, a Siófok elleni mérkőzésre koncentrálunk. Ugyanazt szeretnénk megismételni, mint tavaly, de a csapatok erősödtek, és ők is tele vannak motivációval, szóval ez a vasárnapi meccsünk egyáltalán nem lesz könnyű, sőt, nagyon jó mérkőzésre számítok. A Siófok nem fogja felrakni a kezét, hogy gyertek és lőjetek gólt, szóval tehát én úgy gondolom, hogy meg fogják nehezíteni a dolgunkat. Ugye hivatalosan nincsen európai szuperkupa, de ugye amikor erről a meccsről beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy a két kupa győztes játszik egymással. Ilyen szempontból egy picit ez számít? Ja, ezzel most mi nem foglalkozunk, hanem az, hogy megnyerjük a mérkőzést. Most azért nekünk is vannak kisebb-nagyobb gondjaink, de remélhetőleg majdnem mindenki hadra kész lesz vasárnapra.